2019-ben már új otthonukban csaholhatnak a kutyusok. Megváltás lesz számukra, és a Váci telek tulajdonosai számára is a költözés, mert elviselhetetlen körülmények uralkodnak, kerítésen belül és kívül is évek óta. A képviselőtestület elfogadta a telekvásárlást. A Tengelic felé vezető út mellett egy igen ritkán lakott területen kerül kialakításra az új menhely várostól kb. 5 kilométerre egy viszonylag ritkán lakott területen sikerült egy több mint 6000 négyzetméteres területet megvásárolni, ahová a kutyamenhelyet ki fogjuk telepíteni, illetve egy új kutyamenhelyet helyet fogunk létrehozni. A jelenlegi kutyamenhely hely megszüntetésre kerül, korszerű, modern, Európa szintű menhelyet szeretnének, mondja az alpolgármester. A tervezés folyamatban van, jövő év elején elkezdődhetnek a munkálatok a területen. A az üzemeltetést egyrészt önkormányzati támogatással, másrészt alapítványi formában kívánják megoldani kutyáknak az ótásához, élelmezéséhez azért folyamatosan segítséget adtunk a mostani menhelynél is. Ezt továbbra is fenn szeretnénk tartani, viszont az állatbarátok egy alapítványon keresztül folyamatosan tudják támogatni, vagy tudnak támogatni egy ilyen menhelynek a működését. A kutya menhely létrehozására 50 millió forintot különített el a költségvetésében az önkormányzat.